Gondolj szépre, nincs itt baj, múlik már a bánatod. Bármit kérhetsz, megkapod. Hát te meg mit csinálsz ott, Michel? Semmit, csak nézegetem a port. Na ja, már megint megijedtél attól a buta sorozattól, a Dr. Pimentó rémtetteitől. Jó rendben, megijedtem. És mi volt az a lükedal? Azért szoktam énekelni, hogy megnyugodjak, ha félek. Ígérnek, hogy senkinek sem mondod el, kérlek. Miért ne? Ez vicces. Azért, mert megkért rá Jason. Ha egy barátod arra kér, hogy ne add tovább a titkát, mert kínos, akkor ne add tovább. Ha csak nem ez a titok sérti a barátodat, vagy valaki mást. Mitől olyan nagy ügy ez? Nekem ez kínos. Ettől olyan nagy ügy, érzékeny úr. Ó, mindenkinek vannak kínosan őrzött titkai, még nekem is. Ugye értitek, kabócáim? Akkor se tudom, miért olyan nagy ügy ez. Gyerünk, kadétok, dolgunk van. Újabb bolygót mentünk meg? Nem, minden nap nem mentjük meg a világot. Van egy új kabaré az Üstökös bárban. Tévedések vígjátéka. Mindjárt kezdődik. Alig várom az új programot. Hasbeszélő és rozsdás újra műsoron. Ha már vicces dolgoknál tartunk, láttátok volna, hogy kitörte Michelt a frász valami ostoba tévéműsor miatt? Jason, ugyan! És tudjátok, mit csinál, amikor fél? Elfut, hát mert én azt teszem, vagyis ilyet sose teszek. Jason, kérlek, emlékezz arra, hogy mit mondott a nagyi. Mondd el, Michel. Igen, ez fontos lehet nekünk is. De ki fogtok nevetni? Dehogy is, Michel. Barátok vagyunk. Na rajta, mit csinálsz, amikor valamitől félsz? Azt hiszem, elmondhatom, fiúk, de ígérjétek meg, hogy nem nevettek ki. Egy kis dalt énekelek. Szeretem a dalt. Énekeld el nekik, Michel. Igen, halljuk kadét! És egy, és két, és há! Nem tudom! Hát, na jó, talán mégis. De nagyon butácska! Ha elárultok, egész életemre elbújok egy üregbe! Nem ajánlom az üreget. Egy szekrény sokkal tisztább. Kis cicuska, hol a vagy? Gondolj szépre, nincs itt baj, múlik már a bánatod, bármit kérhetsz, megkapod. És én még azt hittem, hogy én vagyok a nagy nevet. Légy kedves, Jason, végül is ez a dal helyes volt.
Persze, ha helyes annyit tesz, nevetséges. Rás, Michel, nagyon is kedves volt. Biztonságban van a titkod. Igen, ez tényleg nagyon kínos. Nekem tetszett. Na, minden rendben? Igen, jól vagyok. De bárcsak ne énekeltem volna el a dalt. Végre kicsit felüdülök a küldetéseink után. Tudjátok, pihenek. Hé, de hát ez Barry a könnyű súlyú. Őt hívják a könnyed szórakoztatás királyának. Majel, ezt nem mondott komolyan. Időről időre szükségem van valami megnyugtatóra. Tudom, ez nem túl könnyű, de... Mi itt mind barátok vagyunk. Jól őrizzük egymást, titkai. Egy szót se többet erről. Már is kiábrándultam az egészből. Tudjátok mit? Ha már ilyen szeretetteljesen vallomást teszünk, én is szeretném bemutatni nektek az én titkos ismerősömet. Képzeletbeli barátomat, Kacsafenék urat. Na jó. Nekem elég volt. Hát egészen gúz! Mit kapunk, ha keresztezünk egy X24D modulátort egy 16 amperes kábellel? Nem tudom, de ott ül egy a válladom! Haj ne! De még a rágógumi papírján is jobbak a viccek. Ettől az alaktól behalok. Miért? Te talán jobban csinálnád. Csak látnál engem a tantermünkben. Hát, amikor kimegy a tanár. Pincsi falat, te tényleg szereted ezt az ízét? Ó, nyúlós pillecukor rémes. Hogy lehet ezt megenni? Pingvin vagyok. Akkor azt mondd meg, mennyi. Az egyik megeszi a magyarolmaját, a másik megtartja a káposztát! Kedves közönségünk, úgy tűnik akadt egy kis technikai problémánk. Jaj, ne, szegény szól! Úgy tűnik tönkrement a nevettetője. Hé, Jason, most eljött a te idő. Tessék? Hát persze, most megmutathatod, hogy mit tudsz. Üdvözletem! Hogy vannak ma este? Jól? Helyes! Remélem, ízlik a saláta bár kínálata. Annyiféle pirítós van. Nem, na jó. Volt egyszer egy ló. Ennek a lónak le kellett menni egy játékterembe, ahol... Nem is. Várjunk csak. Elnézést! Egy homáról van szó. Úgy van, egy homár volt az. Na, el kellett menni egy játékterembe, és... Nem, várjanak csak. Ez nem jó. Ez nem lesz jó. No hát, nem is olyan rossz. Erre azt mondja a másik. Micsoda? Én nyaljam le a vajas kést. A vajas kést. Na jó, van, dicséretes próbálkozás volt. Ez nagyon rossz volt, igaz? A féle kabaré fekete lyuk. Na hát ez jó volt, bár kicsit nehezen indult. Aztán a végén... Na meg a közepén? Jó, lehet. Azt hiszem jobban tetszem egy harmadik osztályos közönségnek. Ne is hallgass rájuk, remek voltál. Tudod, nagyra értékelem a segítségedet. Gondolatébresztő volt, de estére meg kell javítanom a robotokat. Igen, persze, de... De nem kaphatnék esetleg még egy esélyt? Mit? Ugye csak viccelsz? Miért? Komolyan, biztos, hogy gurulni fognak a földön. Mint az osztálytársaim a harmadikban. Tényleg, őstehetség a gyerek. Jason. Léci. Hát, na jó. De csak akkor, ha találok valakit, aki megjavítja a hasbeszélőt. Juhi! Köszönöm, Szól! Ígérem, nem bánod meg! Csak segítsétek ki viccekkel, jó?
És olyanokkal, amelyik tényleg viccesek. Rendben. Tudod, hány villanykörte kell a villanykörte cseréhez? Nem tudom. Hány? Ez nem vicc volt. Én... Ezek meg mik? Jegyzetek! Mindannyian azon dolgozunk, hogy Jason a legjobb viccekkel állhasson ki ma este. De miért mi dolgozzunk helyette? Azért, mert szorult helyzetben van, és segítenünk kell neki. Elvégre a barátok rendesek egymáshoz, nem igaz? No, persze. Na és miféle vicceket keresünk? Villanykörtéseket. Mindig nagyon bírtam a kikopog vicceket. Bob! Na jó, úgy látom, elég sokan ülnek ma a nézőtéren. Készen állsz? Természetesen. Ma este visszanyeri értelmét a vicc. Aha, akkor jó. Megyek, bekonferállak. Hé, hey Jason! Ha? Na hát, ti mit kerestek itt? Csak szerencsét kívánunk, és odaadjuk ezeket. Ezeket a vicceket gyűjtöttük. Ha ideges lennél a színpadon... A kikopog rész a legdurvább. De az én villanykörtés viccem viszi a pálmát. Köszönöm nektek. Tisztelt közönség! Egyenesen Mrs. Barnett harmadik osztályába jöjjön Jason T. Conrad! Mennem kell! Nagyon köszönöm! Na látjátok? Hát nem megérte. Nem kell csalódnunk benne. Na, hogy vannak ma este? Jól? Hát ez remek. Úgy van, akkor kezdjük is. Lássuk csak, milyen a legjobban sikerült töklámpás? Az bizony tökász. Nagyszerű. Te jó ég. Igen, az bizony tökász. Kap-kap. Kikopog! Minta! Milyen minta? Mint a mókus. Fenn a fán, a kis cserkészfogidám. Érted? Minta mókus. Most ez a fekete lyuk nem is tűnik olyan feketén. Ó, igen! Jó volt egy kicsit táncolni, de ülnek itt köztünk olyanok is, akik egészen másféle ritmusra ropják. Ugye értik, mire gondolok? Emberek? Mint a barátom Kevin. Imádja azt a reggeli ételt, a fincsi falatot. El tudják hinni? Fincsi. Na persze. Valójában olyan büdös a lehellet, amikor megérzem, inkább azt gondolom, hogy pincsi. Mit művel, Jason? Na, ez rendben van. Kevin bírja a baráti csipkelődést. Igaz, Kevin? Igen, és amikor Kevin elzavarná a macskákat, mind oda szalad. De nézzenek oda, nincs egyedül itt. Ugye tudják, milyen menő Mitchell? Hát tudják valójában, milyen zenét szeret? Könnyű súlyú Barryt. És ez nem vicc. Mi a különbség egy sérült víziló és könnyű súlyú Barry között? Jaj, nem tudom. Ezt jól megmondta Mitch. A legközelebb összefutnak Zizsel kapitánnyal. Kérdezzék meg, hogy van a láthatatlan barátja, a jó kacsafenék úr. Na, ez már kezd sok lenni, fiam. És hadd tanítsam meg önöknek azt a dalt, amit a testvérem énekel, amikor fél valamit. Jaj, ne! Ugye nem teszed? Ezt nem teheted? Na, ezt hallgassák! Kis cicuska, hol a vaj? Gondolj szépre, nincs itt baj. Múlik már a bánatod. Bármit kérhetsz, megkapod. Köszönöm a figyelmet! Örülök, hogy jól érezték magukat. Nem írok alá senkinek, kérem, köszönöm. Mr. Conrad, örülök, hogy megismerhetem, uram. A nevem Gorostik. Igen, úgy van, az a Gorostik. Nagy tehetségek ünnöke. Képviselni szeretném. Jó ég! Komolyan? Önt, édes fiam, előadást tart a komédia jobban a 12-es szektorban, egy óra múlva. Mit szól hozzá, Jason fiam? Halihó! Láttátok? Mit gondoltok?
Mondhatom, a kezemből ettek a népek. Na igen, és az feltűnt neked, hogy mivel eteted őket? A kabaréval, vicces dolgokkal. Vicces volt, vagy nem? Elmesélted nekik az összes személyes titkunkat, Jason. Csak hogy ne vessenek Kevin reggeliét, az én személyes zenei ízlésemet. És Michelle dalát. Pedig megígérted, hogy nem adott tovább. Nem is beszélve kacsafenék úrról. Most már ő se szól hozzád. Ugyan már, fiúk. Csak igazán szórakoztató akartam lenni. Ezek csak ostoba titkok. Senkit sem érdekel. Hol van Michelle? Bezárkózott a szekrénybe. Michelle, te is haragszol rám? Haragszol rám, igaz? Nem már! Én mindjárt elérem, amiről mindig is álmodtam, erre te meg nem tudsz mást, mint... Neked hogy esne, ha én elmondanám a te titkod mindenkinek? Az egészen más! Nem más, és ezt te is nagyon jól tudod. Még találkozunk, Michelle. Amikor én már sztár leszek a komédiájukban, és nem adok autogramot. Egyszerűen nem értenek. Öt perc is fölmegy a függöny, Jason. Ó, hát ez meg micsoda? Csak nem szopja az ujját, mint egy csecsemő. Jaj, dehogy is. Ez egészen más. Ez csak egy új tréfa, amit előadok. Ah, igen, hát ez jó. Mindenki jót nevet, majd elmondom. Nem, ezt nem teheti. Ah, nem? Ah, miért nem? Mert... Jó van, fiam. Értem. Mindenkinek megvan a maga kis titka. Nem mondom el, tudom mennyire bántana. És a barátok nem bántják egymást, igaz? Így van. Akkor jó, ne vetesse meg őket, a műsor után beszélünk. Most pedig, hölgyeim és uraim, következzék egy igazi komédiás a harmadik osztályosok közül. Jason T. Conrad! És miért is kell nekünk nézni ezt? Nem tudom. Valamiért azt remélem, hogy jó lesz. Jó estét, hölgyeim és uraim! Mielőtt elkezdeném a mai estét, egy vallomást szeretnék tenni önök előtt. Amikor kicsi gyerek voltam, volt egy takarom. Mindenhová magammal vittem, nem tudtam nélküle aludni. És amikor iskolába mentem, az anyukám... Anya, hát körbevágta kicsire. Ekkorára. A takarómat. Tudom, hogy ez butaság, de még... Olykor, amikor... Szomorú vagyok. Megfogom a takarómat, és szopom az ujját. Mert jó, ha ott van a zsebkendő. Ha a barátaim nincsenek mellettem. Megesett, hogy komédiázás közben megaláztam az igazi barátaimat. Nem lett volna szabad elmondanom a titkaikat. És zavarba hoztam őket. Ha ma nézitek ezt a műsort, Zigel, Kevin, Midgel, és különösen Michelle, azt szeretném mondani, hogy bocsánat. De ebből elég! Önök azért jöttek ide, hogy nevessenek, igaz? Hát akkor készüljenek a legjobbakra, mert már is kezdem! Két kenguru beszélget egymással. Azt mondja az egyik. Remélem ma nem esik. Nem szeretem, ha a kölykök oda bent játszanak. Tudják-e, mi a neve a rettenetes borz kölykeinek? Úgy se találják ki. Hát megmondom. Borzalom! Az elefánt miért nagy, szürke és ráncos? Mert ha kicsi fehér és gömbölyű lenne, akkor baseball labdának hívnák. Ó, nem volt olyan jó. Á, lássuk ezt. Kop, kop. Ki kapott? Hát a sam sem. Na és miféle sam sem az? Hogy miféle sam sem?
Hát nincs egy vasam sem. Nagyon jó ez a sem poén, ezt én írtam neki. Azt hiszem, Jason, végül mégis összekapta magát. Jó volt. Bocsánatot kérek mindenkitől. Tudnom kellett volna, milyen fájdalmat okozok. Megbocsátunk neked, Jason. Te, Jason? Egy új viccen dolgozom neked. Hány villanykörte kell egy pingvin lecseréléséhez? Nem tudom. Na, hát eddig jutottam. Jó, jó, itt van egy másik. Kop, kop. Kikapok. Hát, még ezen is dolgozom. Mi ez? A nagyi biztos hallgat valamit. Nem láttam, hogy itt vagytok. Mit csinálsz, Nagyi? Hát tudjátok, mondtam, hogy nekem is van egy titkom. Hát ez az. Seprűnyéllel táncolok régi slágerekre. Miért? Hát, nagyapátokkal minden szombat este táncolni jártunk. Hiányzik a jó öreg. Így felkérem az egyetlen partnert, aki akad. Legalább a seprűnyél nem lép a lábadra. A nagyapátok csodás táncos volt, de ne szóljatok senkinek a seprűnyéről. Ez a mi titkunk, jó? Persze, Nagyi, a mi titkunk? Ha a barátunk mond valami személyeset, azzal bizonyítjuk az igaz barátságunk, hogy megtartjuk a titkot. Úgy is van, virágszálam. Gyertek, táncoljatok velem! Én nem tudok táncolni. Csak mozgasd a lábad a zenére, kicsim. Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Bálint Sugárka, Berkes Bence, Versényi László, Besenci Árpád, Sesták Szabolcs, Bartuc Attila, Rátonyi Hajnalka. Magyar szöveg Nagy Mónika Zsuzsanna. Hangmérnök Zsebényi Béla. Gyártásvezető Habdák Gabriella. Szinkronrendező Abed Hadiforát. A szinkron a Minimax megbízásából a Repro Video stúdióban készült.